a legsikeresebb szépségkirálynőnk, akit a nemzetközi megmérettetésén a világ második legszebb nőjének választottak. Kulcsár Redina most többször is járt Görögországban, de hogy ott mit látott számára, milyen az igazi álomnyaralás, azt a Drive magazinnak most elmesélte. Edina és kedvese GVM Zakynthos szigetén kezdték a nyári szezont, a Jón-tengeren, Görögország nyugati részén, ami egy vérbeli turista paradicsom. A Kelet virágának is nevezett festőjén szép táj, a 7 Jón-tengeri sziget közül a harmadik legnagyobb. Nagyon-nagyon jó volt, én talán 10-15 vagy nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt voltam egyetlen egyszer Görögországban, és túl sok emlékem nincs egyébként erről, viszont most nagyon-nagyon jó volt, ugye egyszer voltam a szerelmemmel, akkor egy teljesen privát helyre mentünk, ahol mindenféle turizmustól elzártuk magunkat, egy gyönyörű szép szobába, medencével és a tengerre való kilátással volt, és tényleg az volt a célunk, hogy kettesben lehessünk, feltöltődjünk, pihenjünk, és minél többet legyünk együtt. Ugye ez maximálisan megtörtént. Majd ezt követően, mert ugye nyári szünet volt, tehát ezért osztottuk így be a gyerekekkel, ezt követően pedig a gyerekeket vittük édesanyámmal és egy barátnőmmel ki Krétára, és egy nagyon-nagyon jó helyet sikerült választanunk, mert egy hatalmas komplexum volt, úgyhogy nagyon el se kellett hagyni a szállásunkat, mert ott azon belül mindent megtaláltunk. Tehát két kisgyermekkel, egy kettő, illetve egy majdnem 4 évesen nem múzeumokat nézegettünk, meg látványosságokat, hiszen nyilván ők ezt nem tudják értékelni. Sokkal inkább a tengerben pancsoltunk, a hullámokat élveztük, együtt voltunk, nevetgéltünk, jókat ettünk, és egy picit pihentünk. Kréta a földközi tenger 5., Görögország legnagyobb szigete, fővárosa Iráklió. A helybeliek csak a nagy szigetnek becézik. Az egyik legnépszerűbb turista célpont. A sziget egyébként 1913 óta Görögország része, korábban néhány évtizedig török uralom alatt volt. Edináék egy all-inclusive szálloda komplexumot választottak, hiszen így gyerekekkel pihentetően és biztonságosan tudtak nyaralni. Tényleg minden volt, az animátoroktól elkezdve 8 medencén át, a tengervizes medencéig, a tengeri kikötővel, hajózási lehetőséget, tehát minden megtalálható volt tényleg ott azon belül. És igazából, hogyha azt nézzük, akkor tök jó, hogy nem kellett kimenni, és nyilván még taxira költeni, meg minden másra, vagy mondjuk külön ételekre, szóval én nagyon élveztem. Nekem egyetlen egy hiányérzetem volt a homokos tengerpart, hiszen nyilván azért a gyerekekkel, ha mondhatni, lehet veszélyes is, hiszen azért elesnek, megvágják magukat, bármi történhet, ami mondjuk balesetveszélyes. De ez az egyetlen egy talán mondhatni negatív tapasztalatom volt, egyébként nagyon szeretük, és szerintem vissza fogunk még térni oda. Szóval egyébként Kréta az igazi görögországi hangulatot, vagy mit tapasztaltál ez ügyben? Abszolút visszaadja a görögországi hangulatot, igen. Nyilván tehát ahol először voltunk a párommal, hát az maga a csoda volt, és tök érdekes, mert mindkettő helyen elmentünk hajókázni, és ahol először voltunk a Márkkal, tehát az valami csoda volt, tehát hogy a videók sem adják vissza azt a látványt, míg mondjuk Krétán elmentünk, és ott nem tapasztaltam azt a gyönyörű szép a sziklákat, a barlangokat, a gyönyörű kék vizet, persze ott is nagyon kék volt a víz, csak ahol először voltunk, ott meg ilyen extrán kék volt, és nem hittem el, hogy ilyen tényleg van. Tehát én mindig azt hittem, hogy ezek a fotók ilyen photoshopolt dolgok, de nem, tényleg létezik. Nyilván nekem az volt a célom, hogy a gyerekekkel egy olyan helyre menjek, ahol minden megvan egyben. Biztos gyönyörű egyébként a sziget többi része is, és biztos nagyon jó egyébként barangolni és minél több dolgot megtapasztalni. Hát ez majd a jövőben biztos még várat magunkra, csak egy picit várok, amíg a gyerekek felnőnek, de biztosan nagyon gyönyörű. Tehát amit én láttam és tapasztaltam belőle, az nagyon szép.